Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Pécsi Tudományegyetem Universitas Televíziójának műsorát látják. Röviden a tartalomból. Március 15-e alkalmából díszdoktort avattak egyetemünkön. Szent Györgyi Albert díjban részesítették dr. Trixler Mátyást. Habsburg György a Magyar Vöröskereszt nevében együttműködési megállapodást kötött egyetemünkkel. Bemutatjuk Pincehelyi András hallgatónkat, aki nagyszerűen fest. Lord Tirié az Erasmus program keretében lett egyetemünk hallgatója. Nemzeti ünnepünkön egyetemünk szenátusa megemlékezéssel egybekötött díszdoktoravató ülést tartotta a Halasi Nagy József aulában, ahol dr. Hegyi Lórán művészettörténészt honoris causa doktorrá avatták. A 48-as forradalomra és szabadságharcra emlékezve ünnepi szenátusi ülést rendeztek. Egyetemünk rektorának nyitó beszéde után dr. P. Müller Péter, a Bölcsészettudományi Kar tanszékvezetőjének köszöntője következett, majd Colin Foster, a művészeti kar dékánja előterjesztette javaslatát Hegyi Lóránd művészettörténészről. Ezt követően dr. Aknai Tamás, a művészeti kar tanszékvezető egyetemi tanára ismertette a professzor közéleti tevékenységét, szakmai és tudományos munkáját. A méltatást követően Hegyi Lóránd átvette dr. Lénárd László rektor úrtól az egyetem talárját, amely intézményünk professzori karához való tartozását jelképezi. A honoris causa doktor így foglalta össze székfoglaló beszédét. Az előadás címe az intenzitás stratégiája, és az alcím, ami tulajdonképpen megmagyarázza, hogy a paradigmaváltás a kortárs művészetben, ami tulajdonképpen az elmúlt 30-40 év művészetére reagál, azaz egy olyan szemléletváltása, amiben új és más típusú értékek állnak a művészet középpontjába, mint például az empátia, a beleérzés, a közvetlen reagálás emberi szituációkra, egy újfajta intimitás, egy újfajta nyitottság, konkrét, reális emberi szituációk felé, és egyértelműen egy antiformalista magatartás. Hegyi Lóránd munkásságát így értékeli. Néhány nagy kiállításnak örülök, és annak, hogy sikerült valamit csinálnom, létrehoznom, ami nagyon kevés művészettörténésznek adatik meg, egy olyan gyűjteményt létrehozni, ami megmarad. Teljesen mindegy, hogy én hol vagyok, élek, nem élek, hova mentem, hol dolgozom. Ez a bécsi gyűjtemény. Ez egy olyan bázis, hogy a jövőbeni bécsi múzeum, bármilyen igazgatóval, bármilyen szituációban, ezzel számolni tud, és számolnia kell. És arra vagyok büszke, hogy ez az első valóban összeurópai gyűjtemény. A díszdoktoravatás után címek, elismerések és oklevelek átadása következett. Professzor emeritus címet kapott dr. Fekete Miklós és dr. Gajas Ferenc nyugalmazott egyetemi tanárok. Professzor emerita kitüntetést adtak át dr. Kisbán Eszternek és dr. Pócsévának nyugalmazott egyetemi tanároknak. Ezt követően címzetes egyetemi tanári címeket és habilitációkat adományoztak. Külön díjban részesült Licz József, a természettudományi kar nyugalmazott főiskolai docense, és dr. Font Márta, a bölcsészettudományi kar egyetemi tanára. A rendezvényen sikeres védések alapján PhD fokozatokat vettek át. Az év kiemelkedő szellemi alkotása egyetemünk rektora által alapított díj. Az ünnepségen ismerték el ezzel a kitüntetéssel a kiemelkedően alkotó és kutató tanárokat. Dr. Trixler Mátyást az Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának oktatóját Szent Györgyi Albert díjban részesítették. A kitüntetést színvonalas oktató, tudományos és gyógyító munkája elismeréseként adományozták. Dr. Trixler Mátyás egyetemi tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végezte, ahol 1965-ben szerzett orvosi diplomát. Ezt követően a Biofizikai Intézetben és az Idegelme Klinikán dolgozott, és egyetemi tanárként is tevékenykedett. 1993-ban a Pszichológiai és Pszichoterápiás Klinika igazgatójává nevezték ki. A közelmúltban Szent Györgyi Albert díjat vehetett át komplex munkája elismeréseként. A professzor úr két területét emelte ki színvonalas egyetemi pályafutásának.
Eléggé szertágazó a tevékenységem, mert a tudományos tevékenységemnek egy része az genetika, pszichiátriai genetika, és ebben igen szép eredményeket értem el. A pszichoterápia, a különösen a schizofrén páciensek pszichoterápiája, és ebbe bele van értve a klinikán, ugye tradicionálisan működő művészetterápia is, amit ugye Jakab Irén elsősorban vitt nemzetközileg is elismert szintre. Ennek a folytatása, illetve ezzel való foglalkozás, ez volt a másik nagy területe a pályafutásomnak, vagy tevékenységemnek. Dr. Trixler Mátyás kétszer is sikeresen pályázta meg a Humboldt ösztöndíjat, így számos alkalommal vett részt külföldi tanulmányutakon, melynek eredményei ma is gyümölcsöző munkakapcsolatai, és ennek bizonyítéka számos sikeres előadása. Jelentős kutatási eredményeit rangos folyóiratokban megjelent publikációi is fémjelzik. A Humboldt ösztöndi az egyértelműen a pszichiátriai genetikai kutatásaimhoz kapcsolódott, és ez jelentette igazság szerint az én nemzetközi kooperációmnak a kezdetét, mert először Münchenben, majd a Bonni Egyetem humángenetikai csoportjával tudtam kooperálni, és én ugyan személy szerint citogenetikát csináltam, de így ott lehetőségem nyílt a modern molekuláris genetikai metodikákkal megismerkedni és bekapcsolódni, amik az utóbbi évtizednek azt hiszem a pszichiátriai kutatásait dominálják. Mit jelent önnek ez a díj? A díj? Hát örülök neki. Egyrészt ugye nem vagyok elkészült.